Volt a pedagógusról beszélek, de azért mondok óvónőt, mert most érzelmi szálakat pengetek. Szóval, hogy miért kell mégis feltétlen alázattal és tisztelettel viszonyulnunk az óvónőhöz, hogyha nem a dalkincsér, amit tud, vagy nem a pedagógiai fogásokért, vagy nem azokért, a finomságokért, amiket feltáll. Hát azért, mert képes a mi gyerekünkben örömét lelni. Azért, mert képes a mi gyerekünket abban a kis hordában, amiben a mi gyerekünk a maga személyisége, abban képes őt látni. Képes látni a horda egészét, meg képes rálátni arra a kis személyiségre, ami ovis kis gyerekünk, és ezt képes szeretni. Jól átlátja, hogy mi az, ami ilyen zsigeri, vagy hirtelen, vagy ilyen reflexes, vagy egyéb reakció is, ami mondjuk destruktív, vagy rossz, vagy kellemetlen, tehát ami miatt mondjuk a gyerekünk a régi kifejezéssel rossz, meg képes átlátni, hogy mi az, ami miatt ő nehezebben tud figyelni, de úgy egészében ő ha jól beleengedi magát ebbe a közösségbe, úgy ő az a megfigyelő, aki együtt él velük, ő az a néprajzos, ő az a kulturális antropológus, aki figyeli a közösséget, akkor elkezdi ezt a közösséget megszeretni. És hogyha elkezdi megszeretni, és elkezdi örömét lelni benne, akkor ugye az visszasugároz a közösségre, és a közösség minden tagjára is. És ez az, ami a mi mostani világunkban meg éppen a legnagyobb élmény, hiszen bármilyen tudásszegmenshez, a zenétől az atomfizikáig pillanatok alatt hozzájuthatunk. Most már azok a nagy tudós öregek, szegények egy valamivel tudnak kitűnni, azaz, hogy ők egy élő közösség szeretetteli tagjai. Hogy ők tovább tudják adni ezeket a dolgokat. És itt viszont óriási szükség van a mi támogatásunkra, mert hogyha az óvónénén számon kérjük azt, hogy csinál, most már tényleg ideje lenne valamit csinálni, hogy a Marci negy egyszer löki föl az én botikámat, és ott van a tarkóján a polcnak a nyoma, akkor az óvónéni egész helye, tekintélye megremeg. Akkor az óvónéni kiszolgáltatottá, sérülékeny, ideges, frusztrált személyiségé válik. Hogyha mi képesek vagyunk neki ezt a szeretetet, meg bizalmat megelőlegezni azzal, hogy elhisszük, hogy ő szereti, és csodálja, és a mi gyerekünket, és örömét leli benne, akkor egy nagyszerű élményt ad a mi gyerekeinknek. Hogyha ezt megmondjuk tőle, akkor egy kilódás lesz az óvónénitől.